Van egy film, amit leforgattak, aminek a forgatókönyve alapján a vágott anyagban úgy tűnik, hogy a főhősünk nem csak passzív, Amivel ugye nagyon nehéz mit kezdeni, ha azt mondod, hogy, hogy nem tesz azért, hogy az ő sorsa jobb legyen, hanem még, még ráadásul olyan tetteket követel, amik miatt antipatikus lesz, és azt kezd érezni a néző, hogy hát én ennek a karakternek nem akarok drukkolni. És akkor hirtelen ott vagy alkotóként, hogy, huh, hú, várjál, hát elvesztettem a nézőt, hiszen a karakteremnek már nem drukkol, nem is fogja érdekelni, mi lesz a történet vége, és neked ezt kell megoldanod úgy, hogy van némi anyagod leforgatta, és ott ülsz a vágószobában, és oké. Okay. És akkor azt mondod, hogy mit vegy ki, tehát mit vágjunk vissza az antipatikus tettekből, meg a, meg a passzivitásból ahhoz, hogy hirtelen már úgy tűnjön, mintha, mintha ő egyébként egy aktív, megszerethető főhős lenne. Pontosan. És ilyenkor az ember elszabadul, na akkor mit lehet megoldani a Na ilyenkor kukázunk össze mindent, ami van. A sztori szórakoztat lenyűgöz elművel és mindent elmond a mesélőjéről, azzal, amiről mesél, és ahogy mesél. Ez itt a Story Podcast. Lavka Dáviddal. Ebben a podcastban a történetmesélés erejéről fogunk beszélni. Miért játszanak évezredek óta fontos szerepet a kultúránkban, és miként vannak jelen a történetek életünk szinte minden pillanatában. Egy jó történet nem csak a zsigerekig hatol, de velünk marad hosszú-hosszú ideig. Épp ezért felelősek vagyunk érte, hogy kinek, mikor, milyen sztorit mesélünk. De mi jó egy sztori? Egyáltalán mi számít sztorinak? Derítsük ki együtt, itt a Story Podcastban. Hello mindenki! Ma Duska Péter Gáborral beszélgetünk, alias Duszka Petivel, aki vágóként dolgozik számos filmen, és ez alatt értem mozifilmen, kisfilmen, és tévéreklámon is, filmtréleren és videóklippeken nagyon-nagyon sokféle történetmesedési formátumban dolgozom, ami nagyon izgi nekem. Szia Peti! Szervusz, Szia Dávid! Ha azt mondom neked, hogy egy jó sztori, akkor neked arról mi jut eszedbe? Hát, hogyha jó sztorit akarsz kérdezni tőlem, akkor biztos, hogy eszembe jut az, hogy egy jó sztorinak vannak titkai. Egy jó sztori az vezeti a nézőt, és egy, még egy harmadik dolog is eszembe jut, az pedig a katarzis. Uh -huh. még az azért, mert szerintem nagyon fontos, hogy a jó sztorinak a befogadója úgy legyen vezetve, hogy mindig találjon benne valami érdekeset, amit várhat, és erre majd lehet, hogy később vissza is fogunk térni, viszont kapjon megoldásokat is visszafelé. Tehát legyen sikerélménye, hogy eljutott valahova, és legyen valami, amit utána várhat, és ami felé elérkezhet. És szerintem az, hogy nézőt vezetünk, titkokat hagyunk, és katarzist ö, megélünk közösen, az szerintem ö, elég jó csomag arra, hogyha egy jó sztorit így körül szeretnénk bástyázni. Fú, nagyon jókat mondtál, és alig várom, hogy ezeket kibancsuk, de előtte de még lenne egy személyes kérdésem, legalább egy, hogy neked gyerekkorodban, vagy fiatalkorodban, hogy emlékszel, mik voltak azok a történetek, hogy kik voltak azok a történetbeli hősök, akik nagyon nagy hatással voltak rád? Én gyerekkoromban rengeteg mesekönyvet olvastam, és hát akkoriban nekünk nagyon sokáig nem volt tévénk. Tehát az én gyerekkorom az nagyon kitolódott tévémentesen, úgyhogy tizen, nem tudom, egy-két éves volt, amikor nekünk lett tévénk, és addig nekem ez egy ilyen távoli, fantasztikus dolognak tűnt, de hogy a hétköznapok része legyen, az teljesen elképzelhetetlen volt. Úgyhogy nekem maradtak a barátok, a sztori a könyvek, meg hát rengeteg rádiót hallgattunk, úgyhogy ment a Szabó család és minden, ami ehhez tartozott, szóval az akkori hangjátékok, rádiójátékok történetvezetése, úgyhogy én kb. ebben szocializálódtam, és én faltam a könyveket, egy nagyon-nagyon szerettem olvasni, és nagyon érdekes, mert így utólag visszagondolva, nagyon hasonlóan működtem könyvolvasás közben, mint ahogy most működöm egyébként vágás közben. Tehát például, csak mondok egy példát, amikor megkapunk egy nyersanyagot, és ott van előttünk az összes lehetséges verzió, amiből fel lehet építeni mondjuk egy filmet, akkor én ezeket tüzetesen végigvizsgálom, leelemzem, kiválogatom, úgymond leválogatom, Aha. tehát készítünk egy szűkebb listát arról, hogy mi az, amivel tovább szeretnénk menni, és mi az, amiből majd jelenteket formálunk. Én ezt gyerekkoromban ugyanígy megcsináltam a mesekönyvekkel. Odaálltam a polc elé, és azt mondtam, hogy na ma este milyen élményekben szeretnék részesülni, és így végigmentem a sorokon, és néztem, hogy igen, ebből szeretnék egy kicsit, ebből elolvasok még egyet, ennek a végét szeretem, és így összelegóztam magamnak egy ilyen könyvcsomagot, felültem az ágy tetejére, egymás fölött volt, nem tudom, 6-8 könyv, és elkezdtem őket összeolvasni, meg elkezdtem ezeket összrakni, hogy aznap este én milyen mesetípusokkal akarok gazdagabb lenni. És jól értem, hogy kategorizáltad a történeteket valamilyen szempont alapján? Igen, tehát néztem, hogy az egyikben biztos, hogy izgulni fog, a másik Aha. az meg fog nevettetni, de nem tudom, vágytam egy kalandos történetre, akkor levettem egy nagyobb könyvet, amiben tudtam, hogy hosszabban vannak elmesélve a karakterek, de emlékszem arra a pillanatra, hogy vizsgálom magamban, hogy mi az, amire vágyom, mi az, ami boldogát tenne, mikor ránézek egy könyvre, egy könyvborítóra, akkor így elképzelem, mi is van benne, aha, és akkor megnézem, milyen érzést vált ki, és hát erre most nincs szükségem, vagy van szükségem, eldöntöm, majd leveszem a könyvet, vagy ott hagyom. Profi. Hát azt nem tudom, bár egyébként nyilván bele kell egy egy csomó adhok dologba is, szóval oké, okay, amit ismertem, azokról tudtam, hogy mit várhatok tőle, de nagyon izgalmas volt, amikor az ember olyannal szembesült, ami, amiről fogalma sincs. Tehát például volt az akkori Marvel, az én Marvelem, azok a delfin könyvek voltak, és a delfin könyvek az egy olyan brand volt, ami tudtam, hogy a kis delfin ott van, akkor az egy jó könyv lesz, az egy jó kaland lesz. És lehet, hogy újba csöppentem, de volt valami, volt valami megszokott, ismert minőségi és működőképességi brand, ami tudtam, hogy a delfin ott van, és akkor én delfinkönyveket olvastam. És akkor így azért az ember mindig kapott valami újat is. Jó, és most itt mielőtt elindítottuk a felvételt, akkor beszéltünk róla, hogy milliós fordulat számon pöröksz. Rengeteg mindent csinálsz, de ha van egy kis szabad szabadidőd, és azt próbálod erre fordítani, hogy történeteket fogyasszál, akkor azt milyen módon teszed most? Ha lenne időm, Uh -huh. és euh, lenne rá agyam is, hogy éppen már mindentől megnyugszom, hogy akkor most nem kell rohanni sehova, minden e-mailt megírtam, nem vár senki, hogy visszahívjam, stb., akkor én nagyon szeretem a sorozatokat, nem hiszem, hogy ez -e olyan elképesztő, újat mondtam, vagy olyan különleges lennék, de a sorozat az, ami az egyik leginkább alkalmas arra, hogy kifejtsen egy történetet, bemutasson karaktereket, és a lehető legtöbb izgalmas fordulaton keresztül húzzon végig egy egészen hosszú folyamon, én ezért nagyon szeretem a sorozatokat, azokat, aminek belátom a végét. Tehát az olyan típusú sorozatokat nagyon nehezen kezdem el, aminek nem tudom, hogy már hány évada van meg, és még hány lesz. Tehát, uh -huh. hogyha tudom, hogy van egy minisorozat, ami nyolc epizódból áll, és tudom, hogy ezt meg tudom nézni egy-két nap alatt, akkor azt nagyon szívesen befogadom, mert akkor látom a végét. És ez, tudom, egy hogy ez egy könnyű beeketeleződés, nem? Így van. És ez számomra a leg... A legidálisabb, hogyha élményben akarok részesülni, és van időm is. Ha nem, akkor maradnak a filmek. De hát ma már egy filmre is nehéz időt találni, szerintem sokszor. Igen, ezért könnyebb nekem is, nem tudom, pár fejezetet elolvasnék könyvből, vagy egy epizódot megnéznék sorozatban. Láttál valami átütőt mostanában, ami így nagyon megragad benned? Most elkezdtem nemrég a Piki Blinders-t. Nagyon ajánlották nekem, és nagyon szeretem azt a hangulatot, amit megidéz. Nagyon szeretem a set design a karaktereket, a színészeket, szóval nagyon szépen összeáll az egy egészen varázslatos, furcsa világá, amiben egyébként nézőként nagyon jó elmenekülni, nagyon jó ott ragadni, és talán ez a varázsa ezeknek a sorozatoknak, hogy hagy időt arra, hogy az ember elmerüljön benne, és egy mozifilmnél nehezebb ezt két órába másfélbe elmerülni, lubickolni. Aha. Mostanában ez, ez volt az, ami leginkább rám mászott. <laughs> Hagytad, hogy rád messze. Ah, én hagytam. <laughs> Oké, okay, tök jó. Ma az információ adagolásról fogunk beszélni, és ezzel azt értem, hogy hogy derítsünk fényt arra, hogy miért fontos annyira egy történetben, legyen az egy sztoria a családi ebédnél, vagy legyen az egy film, vagy egy regény, bármi, miért fontos az, hogy hogyan adagoljuk az információt. Hogy ennek lehet, hogy van egy matekja, amit struktúrának hívunk, de hogy ez mégiscsak megállja az valami sokkal fontosabbnak, hogy ez a történet az élvezhető maradjon, vagy minél élvezhetőbb legyen, és szerintem majd erre is kitérünk később. De én akkor most visszacsatolok arra, amit az elején mondtál, nagyon tetszett, hogy fontos, hogy legyen, egy tör legyen minden történetben titok, legyen vezetve a néző, uh -huh. vagy befogadó, és hogy a végén legyen katarzis. Na én ezzel most nagyon szívesen végigmennék uh -huh. veled, hogy na akkor kezdjük azzal, hogy miért fontos egy történet esetében, hogy legyen titok, és mikor érdemes egy titkot bedobni a, a olvasónak, a nézőnek, hogy veled maradjon a történet. Ezt matematikailag nekem így nehéz lenne most képletszerűen leírni. Uh -huh. Én egy más típusú hozzáállással dolgozom, Nekem a sztorik, ilyen szempontból már vázlatosan megérkeznek a forgatókönyv, illetve a leforgatott nyersanyag formájában. Tehát van egy vonalvezetésem arról, hogy mi az alkotók elképzelése, és az én feladatom az az, hogy ezeket első körben működtessem. Tehát először mindig, amikor összeteszünk például egy első vágottat, akkor forgatókönyv alapján tesszük össze. Oké, okay, tehát a forgatókönyv volt a vázlat, azt követitek, és minden, amit felvette a rendező, azt te összevágod, hogy megmutasd neki, meg mindenki másnak, és magadnak is, hogy ez hogyan működne, hogyha azt követnétek, azt a tervet, ami az elején a forgatókönyvben volt. Így van. És akkor ebben már, amikor megnézzük egy, egy ilyen filmnek az első vágatát, akkor kirajzolódik, hogy azok a titkok, az a katarz az a bármi, amit beleterveztek könyvszinten a filmbe, és amit le is forgattak, és reménykedtek, hogy működik, az valójában működik-e. Uh -huh. És mindig kiderül, hogy valami működik, és valami nem. Na ilyenkor van az, hogy én aktivizálódom leginkább, mint egy néző. A néző szemével látom a filmet, hiszen én is. Először szembesülök vele egyben, ezért nem is szeretek kiárni forgatásokra, mert nem szeretek annyira érzelmileg involválódni abba, hogy, jaj, de jó volt az ebéd, és milyen jó volt a helyszín, és milyen jó volt a hangulata a forgatásnak, vagy milyen rossz volt, uh -huh. mert ö, nem ez a lényeg nekem. Nekem az a lényeg, hogy amilyen képeket megkapok, azok elmesélik ki azt a történetet, amit a rendező szeretne látni, és amit szeretnénk a nézőknek átadni. És éppen ezért, amikor megnézzük az első vágottat, akkor ö, megnézzük, hogy na vajon van benne elég titok, vajon. Megszeretjük azt a karaktert, akit meg kell szeretnünk? Vajon uh -huh. kialakul a kémia két szereplő között? Vajon van-e tétje és súlya annak, amiről szól a film? És rengeteg kérdést felteszünk magunknak, és én ezekhez igazodva a meglévő anyagokból próbálom megépíteni azt, ami szerintem a néző számára is a legideálisabb információ adagolás lesz. És ebben benne van az is, hogy találunk új titkokat, találunk új katarzist amit nem, nem, nincs beleírva a forgatókönyvbe. De a nyersanyagban megvan a lehetőség arra, hogy belekerüljenek bizonyos pontokon, ahol azt igényeljük, hogy na bizony ide kellene egy vagy azt mondod, hogy túl sok információt adagol a forgatókönyv, most így látva az első vágatot. Túl sok minden kiderül. Hogyan tudnánk azt a túl sok minden kiderülést kivenni, elszórni, átalakítani ahhoz, hogy az az adagolás működjön a néző számára, ami folyamatosan izgalomban tartja őt, Uh -huh. Hagy titkot. Maradjon titok, hogy velünk maradjon a néző. Maradjon titok, hogy velünk maradjon a néző. Így van, viszont mindig kapjon valamit, ami számára megérkezési élmény. Tehát szerintem, és akkor talán beszélhetünk erről is egy kört, hogy miért jó az, amikor inkább megmutatjuk a dolgokat, mint hogy elmondjuk. Uh, van, van ez a mondás, igen, ezt szerintem itt is elhangzott már persze a podcastben, hogy, hogy ez a show don't tell. Ezt igen. Így, és amit a magyar úgy fordít, azt hiszem, hogy, hogy inkább mutasd, mint mondd el. Igen. Szóval sokak szerint sokkal elegánsabb az egy filmben, hogyha meg tudunk képekben mutatni információkat, és el tudunk mesélni úgy egy, egy történetet, hogy közben nem kell dialógban kimondani információkat, amik sokszor... Tehát amikor kimondja a szereplő, akkor érezzük, hogy ez csak azért mondta, hogy ezt most velünk közölje nézővel ezt az információt, de valójában egy életszerű szituációban nem így beszélgetnénk. Ezért néha elegánsabb, hogyha ha, ha képekben meséljük el. De vajon miért egyébként? Miért nem szereted azt, vagy miért nem szereti a néző azt, hogyha elmondják neki, és miért örül, ha nem mondják el? Mert készen kapja az információt, ha elmondják neki, hogyha meg a képen látja, akkor az egy, az egy olyan titok, amit neki kell felfedeznie, megfejteni, és az ő fejében áll össze a történet, vagy ez a pici történet, amit ez a kép elmesél. És ugye tök jó, amikor van egy kérdés, amit korábban felvetsz, és ha egy képben válaszolsz rá, akkor megvannak ezek a heuróika érzések benned nézőben, és valószínűleg erről beszélsz, amikor azt mondod, hogy, hogy kellenek ezek a kis, hogy mondtad, ilyen jutalmak a nézőnek. Igen, hogy, nem is tudom, mi a szót, amit használtam, de hogy igen. Jutalmazza meg magát azért, hogy ott maradt, és ha legyen ez egy pici része is a történetnek, de felfedezte veled együtt azt a dolgot, amire eddig kíváncsi volt. Abszolút, és ez például nekünk dolgunk. Tehát az, hogy a nézővel való ilyenfajta párbeszéd kialakuljon a film és a néző között, ez rettenetesen fontos. Tehát azzal, hogyha mi nem pacekba elmondjuk, hogy itt most Józsi azt érzi, hogy ő szomorú, lásd, hogy szomorú, és ez ki van mondva, hogy Józsi, te miért vagy ennyire szomorú? Hát látom rajtad, hogy olyan végtelen az ábrázatod. Ha ezt nem így mondjuk ki, hanem azt látod, hogy nagy totában ül valaki, és elkezd cseperegni az eső, most mondtam egy nagyon sablonos dolgot, te ebből ugyanúgy érted. Viszont mind a két képnek, azzal is, hogyha elmondom, hogy Józsi szomorú, meg azzal is, hogyha látom, hogy Józsi szomorú, az információ ugyanúgy megérkezik hozzám. De az, hogy ez a mondat hogyan érik meg, az nagyon nem mindegy. Mert ha a néző azt érzi, hogy ő rátalál a megoldásra, mint amikor a kisgyerek nem szereti azt, hogy segítenek neki sokszor, hanem ő akarja elérni a kilincset, ő akarja lehúzni azt a kilincset, ő akarja kinyitni az ajtót, kinyithatnánk neki azt az ajtót, de akkor nem lenne meg az az öröm neki, hogy ezen az ajtón ő ment be a saját kezével. Szerintem a néző számára ugyanilyen fontos ez az információ adagolás, hogy azt érezzük, hogy mi jövünk rá. És ennek az öröme, egy fantasztikusan jó néző becsalogató, néző megragadó élmény, és hogyha ilyenből minél többet el tudunk helyezni egy filmben, akkor az nagyon segíti azt, hogy ő maga is akarja felfedezni a történetnek minden apró kis szegletét, és végig tudjuk vezetni, végig tudjon, és végig is akarjon jönni velünk egészen a legvégéig. Szerinted kell bármilyen egyensúly találni a között, hogy mennyi információt közlünk képekben, meg mennyire hagyjuk beszélni a szereplőinket? Mindenféle típusú film van, ami vagy egyik, vagy másik oldalra billen. Tehát például a voli, -E, én nagyon szeretem, mert a fél film úgy zajlik, hogy nincsen szöveg, hanem csak képekkel mesél, vagy az ápnak, ugye van ez a szekvenciája, amikor elmeséli az idős párnak az egész életét, és érzelmileg képekkel, montázsokkal von be abba, hogy mi is volt az ő életük, és majd onnan folytatódik ugye a mese, hogy, hogy már idős a bácsi, és mi is történik vele utána. És hogyha meg belegondolsz egy ponyvaregénybe, ahol meg végig beszélnek, és mindenféle rendezői dialógjátékok vannak, szóval mind a kettőnek megvan a helye. Mm, tök jó. Sok vágóval dolgoztam, és mindig úgy tekintettem a vágókra, hogy ők a sorban a harmadik történetmesélők egy film vagy egy sorozatnak a folyamatában. Uh -huh. Azért, mert a tehát amit te is mondtál, a forgatókönyvíró, amikor leírt valamit, azt átveszi a rendező, és ő fogja a saját körülmény, tehát azok közt a körülmények közt, hogy a forgatáson a munkatársaival és a színészeivel megvalósítja a történetet, a saját szája ízére formálja, és valahogy az a történet egy picit átformálódik, de aztán, amikor a rendező ezt átadja a vágónak, és azt, azt én elképesztően tudom értékelni a vágókban, hogy ha elkezdenek úgy önálló javaslatokkal előállni, hogy őszintén megmondják, hogy mi működik és mi nem szerintük a jelenetekben, és elkezdik újra formálni a filmet, ahogyan az a legjobb tud lenni az alapján, amit leforgattak, és ahogy mondtad, amit leforgattak, az lehet, hogy már picit más, vagy nagyon más, mint ami a forgatókönyvben volt. Tehát a vágó harmadik történetmesélő, akinek a kezében végül össze fog állni ez az anyag és tudtam már, te is szeretsz, és hagynak is téged önállóan dolgozni. És ezért is izgalmas arról beszélni szerintem, hogy az, hogy egy történet jól vezeti a nézőt, az min múlik, az mitől függ. Ennek szintén nincsen matematikai képlete, a forgatókönyv szinten ebben már sok minden bele van kódolva, bele vannak írva, hogy itt szeretnénk egy montást, bele van írva, hogy hol van a fordulat. Ezek mind-mind olyan bitek, olyan, olyan spotok, -ok, a történetvezetésben, amikor a néző mindig kap egy újabb lépcsőt, amire ráléphet. Akkor van baj szerintem egy történetvezetéssel, hogyha üresen hagyjuk a nézőt, hogyha elhagyjuk a nézőt. Hogyha elveszítjük az arányérzékünket alkotóként, és nem tudjuk ráhangolni magunkat arra a fajta nézői befogadásra, ami már mondjuk haladna tovább egy bizonyos ponton, de még elidőzünk, mert annyira szeretjük ezt a jelentet, mert ez így volt megírva. Uh -huh. Vagy fordítva, olyat is, olyat is tudok, hogy a néző már menne tovább, de nem szabad még tovább menni, hagyni kell egy kicsit. Hogy leülepedjen? Igen, hát. mert ő zsigerileg ment mondjuk tovább, mert beült a moziba a felzaklatott hétköznapjéból, és rá van állva egy pörgésre, de vannak olyan pontok, amikor nekünk kell azt mondani, hogy nem, nem, most nem pörgünk, ez most nem az. Ez most egy nyugalmi pont. Ennek most megvan a helye, ezt ő csak végig, nézd meg, mert ez fontos. Most nagyon egyszerű példát mondok, például a Besten Brigantiknak a, az a hosszú jelenet az elején, ami van, az a végtelen feszült jelenet. Mondhatnám azt, hogy hát nem történik olyan sok minden, hát milyen hosszú az a jelenet. De közben mennyi minden történik? A feszültséggel, De mikrorezdülés. Mikrorezdülés, az, hogy kikit itt figyel, hol, mikor jövünk rá arra, hogy Úristen, ott még bújtatnak valakit, mikor bukunk le a tejen, hogyan építi ezt a zene, az atmoszféra, a nyikorgó fáknak a, a hangja, ami beszűrődik. Tehát lehet, hogy az volt ott is, amikor ültek és vágták, hogy lehet, hogy ez túl hosszú, most lehet, hogy ezt mondta valaki. És, és akkor azt nyugodjatok meg ez így lesz jó. Mert ha itt elkapjuk a nézőt, ha itt sikerül bevonni az elején, és akkor velünk lesz a legesleg végéig. De most álljunk meg, helyezzük ide a nézőt, engedjük, hogy figyeljen. Mi is figyeljünk a nézőre, és vezessük végig ezen az első jelenetet, mert ha itt megfogjuk, akkor utána végig tudjuk húzni őt. És akkor lehet, hogy ilyen döntéseket is kell hozni. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy vágóként, hogyha megnézel 10 20 egy ilyen jelenetet, akkor hogy tudod érezni még a 20. Vál, ö, verziónál is, hogy most ez kevés vagy sok. Ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon izgalmas is ezzel foglalkozni, mert erre mindenkinek megvan szerintem a saját trükkje, hogy ezt hogy lehet elérni. Tehát láttam már olyan, olyan megoldásokat ilyenkor, hogy nem tudom, kiírják VHS-re a filmet, és megnézik egy tévén VHS minőségben. Azért, mert annyira elrontják mondjuk az anyagát a filmnek, hogy már ne hasonlítson arra, amivel te minden nap találkozol, és egy más típusú anyagot nézel, és mondjuk akkor nyilván nem azt akarod megítélni abból a VHS minőségből, hogy éles a kép, hanem a ritmusát meg a történet mm, vezetését. Azt a a tartalomra. Vagy van mm -hmm. olyan nagyon egyszerű trükk, hogy megtükrözik az egész képet. Igen, erről hallottam, igen, igen. És akkor minden kép friss tud maradni, de aztán nyilván az információkban, meg a jelentvágásban azért elfárad az ember a vágás közben, de ezért hívunk be egy ponton teszt nézőket, akik semmit nem tudnak a dologról, hogy nagyon őszintén és frissen el tudják mondani azokat a dolgokat, amikre már lehet, hogy mi egyáltalán nem is veszünk észre. Úgyhogy biztos, hogy ez egy olyan tudomány szerintem, hogy hogyan lehet frissen tartani magát az alkotónak, amiben nagyon-nagyon fontos szerepe van az újabb és újabb szűznéző szemeknek, akik tudnak segíteni abba, hogy mi is tisztán hmm, tök jó. Az ilyen Agatha Christie féle nyomozós regények és filmek kapcsán mondják sokszor, hogy, hogy baromira nem mindegy, hogy, a, hogy amikor a nyomozó nyomoz, akkor a nyomok, amiket ő megtalál, a, a, történetnek mely pontján kerülnek elő, milyen sorrendben kerülnek elő, de azt gondolom, hogy nem csak a krimiknél fontos az, hogy, hogy mit, milyen sorrendben mesélünk el, mert, mert bármelyik történetnél kritikus az, hogy ha mit behozol egy új szereplőt, akkor róla tudjuk meg, hogy ő kicsoda, és hogy éppen milyen funkciója lesz ebben a történetben, vagy hogy ő, ő, ő mondjuk ilyen milyen szerepet fog játszani, és ez is egy izgalmas kérdés, hogy ezt nyitva hagyod. És még nem értjük, még ott van egy titok, hogy oké, értem, hogy ez a karakter itt van most mondjuk egy mellékszálon, de ő majd hogy fog bekapcsolódni a fő történetbe. De, de szerintem ugyanígy egyébként bármikor így, amikor épül egy történet, akkor, akkor kb. ez egy ilyen kötélhúzásként képzelem el, hogy na hány infót engedsz szépen át, és mennyit akarsz most épp megtartani magadnak. És lehet, hogy ez a vágás során nagyon-nagyon sokat alakul, ahogy mondtad, hogy hogyan szórjátok újra szét a történetben az információkat, vagy mint vegyetek ki, ahhoz, hogy ne érezzük azt, hogy Jézus, amit megfojtanak engem infókkal, vagy hogyan ne essünk a ló túlsó oldalára, mert azzal is meg lehet bukni, hogyha túl kevés infót árulunk el a nézőnek, hogy most akkor nem érti, hogy mi történik. És nem lesz jó leső érzés, hogy, hogy nem tudod, hogy mi történik, mert nem azt érzed, hogy ezt okkal tették, hogy egy titkot dobjanak be, hanem azért tették, mert nem figyeltek oda rá, hogy, hogy, hogy fogják a kezedet. Úgyhogy ez, ennek a balansznak a megtalálása, ez, ez egy vonal, egy ilyen állandó játék. Ez folyamatosan, és ez mindenféle típusú kérdésre alkalmazható. Tehát például ez egy nagyon fontos dolog, hogy van egy történet, aminek a legvégén el akarunk kérni egy katarzist. A katarzis abból fakad, hogy azt a főszereplőt megsajnáljuk, és megesen rajta a szívünk, mert ez a filmnek a csúcspontja, ide akarunk eljutni. Ahhoz, hogy ide eljussunk, hogy őt sajnáljuk ezt a főszereplőt, milyen dolgoknak kell megtörténni ahhoz, hogy tényleg a végén sajnáljuk. És volt olyan forgatókönyv, amiben mondjuk ez volt a cél, hogy eljussunk a végére ide, viszont olyan elemekkel volt megfűszerezve az a karakter, olyan tettei voltak, hogy mikor összeraktuk a filmet, akkor az látszott, hogy ezt az embert nem tudom sajnálni a végén, mert olyan dolgokat tesz, és nem rossz dolgokat tesz, hanem csak mondok egy példát, hagyja, hogy ez vele megtörténjen, mondjuk nem áll ki magáért, kiállhatna magáért, ez vagy kiállhatna mondjuk a családjáért, most mondtam valamit, és rengeteg tesztetést csináltunk, és ez derült ki, az emberek nem tudják sajnálni. Mert próbálom ezt magamnak lefordítani. Van egy, van egy film, amit leforgattak, aminek a forgatókönyve alapján a vágott anyagban úgy tűnik, hogy a főhősünk nem csak passzív, amivel ugye nagyon nehéz mit kezdeni, hogy ha azt mondod, hogy, hogy nem tesz azért, hogy az ő sorsa jobb legyen, hanem még, még ráadásul olyan tetteket követel, amik miatt antipatikus lesz, és azt kezd érezni a néző, hogy hát én ennek a karakternek nem akarok drukkolni. És akkor hirtelen ott vagy alkotóként, hogy huh, hú, hú hát elvesztettem a nézőt, hiszen a karakteremnek már nem drukkol, nem is fogja érdekelni, hogy mi lesz a történet vége, és neked ezt kell megoldanod úgy, hogy van némi anyagod leforgatta és ott ülsz a vágószobában, és oké. Okay. És akkor azt mondod, hogy mit vegy ki, tehát mit vágjunk vissza az antipatikus tettekből, meg a, meg a passzivitásból, ahhoz, hogy hirtelen már úgy tűnjön, mintha, mintha ő egyébként egy aktív, megszerethető főhős Pontosan. Lenne. És ilyenkor az ember elszabadul, na akkor mit lehet megoldani a nyersanyagból? Na ilyenkor kukázunk össze mindent, ami van. Csapó előtti közeliket, egy olyan nézést, amiben ott van egy szikrányi indulat mondjuk, ami pont kell egy pontra. Ilyenkor szedjük össze azt, hogy esetleg lehet-e pótforgatni? Mi az információ, hogyha elhangozna valahogy, akkor az segíteni az ő karakterét? Oké, okay. hogyha nem lehet pótforgatni, akkor milyen képen kívüli mondatokat lehet elmondani, akár ővele, akár mások által? Csak hangban, Csak képen kívül, képen és ez kívül. valamennyire segít a karakter megítélését javítani a nézőben? Pontosan, vagy mondok mást. Mi az, amit mondanak róla mások. Mert ez egy sokkal szimpatikusabb dolog, például megint, hogyha valaki más mond rólad jót, és a néző mondjuk azt látja, hogy két ember beszélget, és erről a harmadikról jó véleményt mondanak. És például most volt ilyen szintén, hogy valakit szerethetőbbé kellett tenni, és csináltunk egy olyan montást, amiben belefér, a montázsba belefért, hogy csak hangban van egy telefon üzenetrögzítőre mondás. És az üzenet rögzítőre egy olyan szövegsor lett felmondva az, az, egyik karakter által, aki ismeri ezt a éppen javítani való főszereplőnket, hogy kedveseket mond róla, vagy valami erényét kiemeli, amiről egyébként a forgatókönyv soha nem szólt egy szót se. De most ez egyet mondtam az ezerféle dologból, amilyenkor megoldásra várhat, és ilyenkor ez egy rettenetesen izgalmas, kreatív folyamat, hogy hogyan építed ezt föl mondhatjuk, hogy amikor egy kérdést felteszünk a nézőnek, tehát bedobunk valamit, hogy, hogy az a valamit kezdjen a néző, az az információval, akkor utána azt a kérdést meg kell válaszolni. Vagy egyébként maradhatnak nyitva ilyen kérdések. Van az a típusú információ egy történetben, ami aztán lehet, hogy a végén, hogyha megválaszolatlanul marad, attól még nem fogja a néző kényelmetlenül érezni magát. Most, ami nagyon hirtelen eszembe jutott, és talán mindenki ismeri az eredet című film, ahol azt a kérdést meg kell, -e vála meg kell válaszolni mindenképp, hogy sikerült-e a missziójuk. Igen. Most mondtam egy nagyon egyszerű dolgot. Igen, tök jó. Viszont a legvégén megnyitva hagy egy kérdést. Az utolsó snitni, amikor pörög ez a kis perc. Így van. Igen, igen, igen de bőven lehet nyitva hagyni kérdéseket. Sok történetnek nincsen befejezése, vagy nincsen egyértelmű konkrét lezárása. De annak már nem szabad zavarónak lenni. Tehát én azt gondolom, hogy a minden, ami kizökkent, minden, ami zavaró, minden, ami rossz hiányérzetet kelt, minden, ami elengedi a néző kezét, az negatív, azt kerülni kell. És minden olyan típusú nem megválaszolt kérdés, ami viszont izgalmas, kíváncsiságot hagy maga után, a filmnek már vége, de te még mindig ott jársz benne, az meg egy nagyon izgalmasan elhelyezett dramaturgiai eszköz. Ez tök jó, amit mondasz, mert oké, okay, hogy figyelünk arra, hogy mesteri módon adagoljuk az információt, de szerinted ez a fontosabb? Vagy akár néha az információadagolás kárára, meg az oltárán áldozva is lehet olyan, nem is tudom, tudatos hibákat elkövetni az információadagolásban meg a történetvezetésben, ami azt szolgálja, hogy a nézőben minél szélsőségesebb érzéseket váltson ki a történet. Szerintem mindent lehet. Bár most kíváncsi lennék, hogy pontosan milyen konkrét dologra gondol. Mondjuk mondok egy példát, a, a főhőseink a romantikus komédiában ahhoz, hogy végre összejöjjenek, ahhoz adott időpontra, adott távolságból oda kellene érni a, a főszereplőnknek. És a, a, drámai feszültség abban van, hogy lehetetlennek tűnik ez az egész. És egy montásba bemutatjuk, hogy mindenféle apró kis trükkel, de a főhősünk hip-hop ér, hogy végre egymásai legyenek. És egyrészt itt dilemmázhatnék azon, hogy jaj, hagyjatok már ezzel, én ezt most nem fogom elhinni, a New York egyik végéből a másikba 12 perc alatt odaért, és átjutott a biztonsági kapukon, és, és pont elérte a repülőt, ami fel akar szállni. Vagy mondhatom azt, hogy, hogy hát mióta várok már erre, hogy ez összejöjjön, és tökörülök, hogy összejött neki, és, és most szeretném inkább átérezni ennek az örömét, és most így ezt a kis ilyen valószerűtlenséget, nem is tudom, ilyen logikátlanságot, ez, vagy következetlenséget meg félre tudom tenni. Azt ezt a, az angol úgy mondja, hogy ez a suspension of disbelief, amikor a, tehát igen, ezeket a valószerűtlenségeket ki tudod az zárni. A nem, ez a nem hihetőség. A nem hihetőséget így ki tudod zárni, és azt mondod, hogy oké, ezt most elfogadom nektek. Szerintem nagyon jó kérdés. Ez, ez abszolút attól függ, hogy ez filmje válogatja. Uh -huh. Attól függ, hogy mire fókuszálunk. Tehát, hogyha egy jó barátok epizódban a rossz, utána rohana récsölnek, hogy ne utazzon el, és egyébként nagyon kevés ideje van, de tudjuk, hogy aki New Yorkot ismeri, az biztos hogy zavaró lenne, így matematikailag hogy nagyon sok idő eljutni abból pont ezen a napon, pont ebben az időpontban, mert csúcsforgalom van, de nem ezen kezdesz el gondolkozni, mert érzemleg annyira abba vagy, hogy rossz, utána ment récsölnek, neki egyik helyről át kell érni a másikra, vajon átére, itt ennyi az üzenet. Viszont vannak olyan helyzetek, tehát hogyha egy, nézel egy háborús filmet, ahol az a küldetés, hogy átjusson a katona az egyik partról a másikra, akkor ott egyetlen dolog van, hogy milyen távú van a part, milyen szakaszok vannak, amiket még meg kell tenni, hogy odaérjen, és ezt vezeti végig a film a nézőben, akkor ott nem lehet olyan típusú hibát csinálni, hogy hopp, már ott vagyok, hiszen erre volt felfűző a film, végig erre figyeltem, ez volt a tétje, ez volt a feszültség. Itt is ezt mondom, ami nem zökkent ki, ami nem zavaró, azzal nincs szerintem semmi baj. Ismerjük, hogy mi az, amikor beszáll valaki a lívbe, és hirtelen a 12-en szák, és nem kell végig várjuk, míg felmegy. Tehát maga a filmnyelv is segít rengeteget abban, hogy bármit elhiggyünk, hogy ha akarunk egy halálosabb iramban filmbe se fog már zavarni, hogy átugrat egyik felkarcolóba a másikba. Van, akit igen, de hogy, hogy ez a filmnek a világa, akkor azon belül, ha koherens marad, akkor az jó. Na, ez tök jó, amit mondasz, igen, tehát az elején lefektet ezeket a szabályokat, ezeket az infókat mondod el a nézőnek, hogy figyeljetek, ebben a világban lehet úgy fejbelülni valakit, hogy aztán az túléli. Oké, okay. És akkor onnantól, ha elfogadod, akkor igen, a 68. percben nem fog zavarni egy ilyen érzelmi katarzis közepén, hogy itt most megint túlélte a fejlődést, mert éppen már nem abba vagy. Uh -huh. Igen, talán ez egy, ez egy jó összegzés ennek, hogy egyébként mi is ezt próbáljuk most a madrászistivel megépíteni, hogy az Átjáróház című filmben van egy különleges világa az egész közegnek, vannak saját szabályrendszerei, van benne minden varázsló asszonytól kezdve a olvasó szemleges kecskéig, meg Kulka János tüzetokád egy tetőn, szóval minden van. Ez akkor tud nem röhelyes lenni, ha a film világába beleilleszkedik, ebből nem lóg ki semmi, és ez koherens tud maradni. Abban a pillanatban, hogy valami ebből kilóg a saját szabályrendszeréből, akkor az bizony ki fogja az a nézőt. És most ha egyszer eljutunk oda, akkor én nagyon várom azt az állapotot, amikor meg fogjuk csinálni a kis saját tesztetésünket, és nem tudom, négyszer-hat ember fog bejönni, megnézni az összerekot, vágatot, és elmondani azt, hogy ebből mi érthető, mi zökkenti ki, mi a röhelyes, mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, hol unalmas, hol jó, hol rossz, és akkor ezek alapján, az információk alapján fogjuk mi is tovább fűzni, hogy hogyan lokkoljuk és zárjuk le a vágást ahhoz, hogy ezek az információk, amik a nézőktől frissen megérkeznek, hogyan tudjuk ezeket kiegyenesíteni, hogy a film koherens maradjon, húzzon és elvezessen a végig, és talán azt adjuk át a végén, amit szerettünk volna a kezdetektől. Úgyhogy izgalmas. Izgalmas. Igen. Mert szerintem ez egy nagyon-nagyon szép folyamat, ez egy jó játék, ahogyan, ahogyan ez összeáll, és annyira szerettem azt a mondatot, amit mondtál, hogy százvágó százvéleképpen tette volna össze azt az anyagot, és pont ettől szép, hogy hogy minden egyes ilyen alkotótás hozzáad valamit, és kicsit formálja ezt. Igen, és szerintem a, a, ez még egy gondolatot idefűznék csak, hogy ez biztos sok munkatársra igaz, Ö, tehát én nem gondolom, hogy ebben elképesztő egyedi lenne egy vágó, de egy picit talán mégiscsak az hogy nagyon fontos az, hogy milyen szemlélettel ülünk levágni. Mert egy vágó az nem egy olyan ember, aki tud kezelni egy programot. Az egy technikus is tudja kezelni a programot. Egy vágó az valahogy egy olyan komplex egységet kell, hogy képviseljen, akár személyiségében, akár kommunikációs készségeiben, akár szakmailag, akár program szinten, akár történetmesélés szinten, ízlés szinten, ami az egész filmre hatással van mert egy vágó az a legkreatívabban, a legnagyobb igyekezettel, a legtöbb lehetőséget kihozva az adott nyersanyagból tudja formába önteni, és képet, hangot, zenét, filmnyelvet használva ténylegesen el tudja mesélni azt a történetet, ami itt előtte a lehetőségek során kirajzolódott. Nagyon jó. Na figyelj, egyrészt nagyon izgít, csodás végszó, és hogyha azt még meg tudjuk tolni, akkor <laughs> utálom, hogy így elment az idő, de csináljuk meg a kreatív játékot, kérlek. Van, aki úgy gondolja, hogy a történetmesélés szabályai Arisztotelész óta nem változtak. De vajon tényleg így van? Beszélgető partneremmel most fogunk egy történetet, és néhány alkotóelem kicserélésével megpróbálunk egy másikat kialakítani. Vajon tud teljesen más lenni a végeredmény az eredetinél? Hallgassuk meg együtt a megoldást, itt a Story Podcastban. Arra gondoltunk, hogy egy, hogy egy klasszikus mesét uh, Igen, én arra gondoltam, hogy egy klasszikus mesét meséljünk el. Én a három kismalac és a farkas című klasszikus Remek. mesére gondoltam, azt talán mindenki ismeri, és gyorsan, aki esetleg nem ismerné, annak felolvasom egy szüzséjét, hogy itt ugye arról van szó, hogy a három kismalac elmegy szerencsét próbálni, és mindhárman házat építenek. Az első szalmából, a második fából, a harmadik kőből. A farkas azt kéri az első kismalactól, hogy engedje be, de nemet mond, mire a farkas elfújja a házát. A kismalac a testvéréhez menekül, akinek fából van a háza, de a farkas azt is elfújja. A két malac a harmadik testvérhez menekül, akinek kőházát a farkas már nem tudja elfújni. Így megpróbál a kéményebe mászni, ahonnan azonban a forró vízbe potja. Tehát ez maga a történet. Oké. Okay. Akkor, akkor erre kérted, hogy valami trailer opciót hozza. Igen, mert annyira jó trélereket vágsz, és utána még nem tudtunk erről most beszélni, de mivel nagyon-nagyon jó vagy trélervágásban is, engem tök izgi lenne meghallgatni, hogy ha ebből vágnál egy trélert, akkor milyen képekből állna ez össze? Milyen képek, milyen sorrendben? Jó, elmondom, amikor elkezdtem ezt leírni, akkor több, több verzió is volt a fejemben, hogy ebben nagyon sokféle trélert lehet csinálni, uh -huh. nagyon sokféle hangulatot. Én most amit kiválasztottam, az egy klasszikus irány. Okay. Tehát ebben nincsen igazából semmi extra. Ez a legkomerciálisabb tréler szerkezet szerintem, ami ö, amit meg kéne építeni egy három kis és a farkashoz. Ez most így szóba, azért nehéz lesz, de megpróbálom így valamennyire átadni. Szóval kezdődik egy kalandos és játékos zenével. Van egy ilyen vidám felszabadult zenésávunk. Uh -huh. Azt látjuk, hogy egy nagy totálban, egy mezőn, madárcsergés közben a távolban feltűnik egy pici ugráló alak, éppen pillangót kerget, majd még másik két maracka is feltűnik. Közelebbi képe látjuk, hogy a maracok vidáman közelednek felénk a mezőn, egy batyúval a hátukon is, meglátnak egy vándorárust, felcsillan a szemük. Ez, ez volt egy szakasz, és ö, most elvesszük azokat a hangszereket, az eddig hangzó, kalandos és játékos zenéből, amik túljátékossá tették, és megy tovább ugyanaz a dallamsor, de már egyenletisztult a formában. Akkor hangnemet váltunk kicsit zenébe is. váltunk picit, mert megérkeztünk a vándorárushoz, és most egy picit máshogy mesélünk. Aha. Párhuzamos vágással fogunk haladni. Egyszer a mezőn leszünk most a vándorárus és a malacokkal, majd visszaúrunk az anyukájukhoz, mondom. Tehát párhuzamos vágás. Kép otthon, Családi idil, malacanyuka, azt mondja. Drága gyermekeim, párhuzamos vágással vissza. Látjuk a mezőn ugráló malacokat, vidámság van. Kis a lakás belsőben, újra az anyuka. Fél közében látjuk a malacokat, az anyuka közeliben azt mondja, menjetek és építsetek biztonságos hajlékot magatoknak vissza a mezőre. Az egyik kismalac odaszalad a vándorároshoz. Csókolom, mondja a kismalac az embernek. Visszavágunk, malacanyuka, de sose feledjétek, maradjatok együtt kismalac az árusnak. Szeretnék venni, és most keresztbe vágunk három kismalacot, már nem szó szerint, hanem felsorolják, hogy szeretnénk venni szalmát, fát, téglát. Látjuk ezt a három kismalacon, hogy elmondják különböző vágásokkal. Erre a vándorárus egy reakciót ad, mondjuk közeliben, elmosolyodik, és ahogy a ritmusát felsorolták annak, hogy szalmát, fát, téglát, úgy látnánk a vándorárus mosolya után azt, hogy lerakja a szalmát, fát, téglát, és akkor ez három hangritmust tudunk csinálni, tehát a szalmának van nyom, a fának van egy koppanása, és a téglának meg a, a, a igen. Tehát szalmát, fát, téglát, mosoly, ting, tam, tum. Oké. Okay. Fekete blank. A zene kiáll. Tehát ez egy fekete kép, ugye ilyen, Most csak igen, látunk. Igen. Most csak feketét látunk, miután lekoppant a kő. Az eddig Jó, hatásszünet. Az eddig hatásszünet. szünet. az eddig hallott zene, az hosszan kizeng. Vált a zene feszült titokkal teli, veszélyérzetet hordozó. Látunk egy vidám képet, nagy totál, ahol az elkészült házak vannak rajta, és a kismalac azt mondja, hogy végre, a saját otthonunk. Tehát gyakorlatilag eddig most befejeztük azt, hogy megépítettük a történetet, hogy van három kismalac, aki eljött otthonról, Ő az anyukájuk azt mondta, hogy vigyázzon rá, hogy vigyázzanak magukra, és szereztek szalmát, fát, téglát, nekik lesz egy házuk, megépült a ház. Tudjuk, hogy ennek súlya van és most jön a teaser, mert ez egy teaser lenne, nem is egy tréler, második szakasza. Leáll a zene, új zene indul. Igaz történt alapján. Kírja a felirat. Minden lelassul, feszült zene, van egy kántáló ritmus szerintem az alján, valami nagyon egyszerű, lehet, hogy azt majd össze is szedjem, hogy milyen zenéket gondolok ide, és meglát, és kell egy olyan snit, amikor a farkas megjelenik, kell egy farkas reveal kép. Ez többféle is lehet, lehet olyan, hogy egy sötét éjszakai erdőben össze csak látod a sziluettet, és belép a kamerához közel, és akkor kilép a fényre, és kirajzolódik már az arca a fényben, ami bármelyes is lett, tehát kell egy farkas reveal. Látjuk, ahogy a farkas hátulról együtt egy képre van komponálva a szalmaházakat. Ez nagyon fontos, hogy megjelenik a farkas, és megjelenik egy képen azokkal a házakkal, amiket már Elkoregban megépítettek. Láttunk. Így van, uh -huh. tehát tudjuk, hogy itt van baj. Tudjuk, hogy ugyanott van a farkas, ahol a... Így van. Aha, a kicsit elindul fel a egy reverse vússal rásegítünk. a lesz egy ilyen, egy. A reverse az egy ilyen, én ilyen szippantónak hívom csak, de hogy egy ilyen... Így Valami van. Uh -huh. És ekközben, miközben ez a reverse bush szép lassan elindul, azt látjuk, hogy a farkas nagy levegőt vesz, beszívja a levegőt, épül fel az egész, és amikor teljesen bezívta, akkor kiállunk, csönd, és kétféle opció van a lezárásra, vagy az van, hogy elindul egy ilyen epik, egy ilyen főepik lezárás, ahol a itt így szétfújja az anyjába, és szól a zene, és iszogyú durván Tombolás. tombolást uh -huh. érzünk. A másik az, hogy nincsen zene, hanem csak a fújásnak az ereje, a szalmáknak a széthullása, a recsegés ropogással megadni egy olyan erőt, ami igazából egy drámai, egy, drámaiságot kölcsön az ennek. Tehát, hogyha itt például agyon zenélnénk, akkor az egész egy ilyen izgalmasabb, de könnyedebb dolog lenne, ha itt nincs zene, akkor az egy drámai, picit thrilleresebb, horrorfilmesebb irányba el tudna menni, és amikor fújódik szét ez a ház, akkor a kismalac fel kell, az ágyából, és belenéz a kamerába. Tehát amikor ott van az a kép, amikor csak így felül valaki az ágyon, igen, és pont igen. a kamera elé be -be ül be. Beleül a képbe. Beleül a, a képbe, és a kismalac csak annyit mond a kamerába, hogy visszajött. <laughs> Lezáró zenei taktús és cím a három kismalac és a farkas legendája hamarosan a mozikban. Yeah. Hát most hát így írtam össze, valószínűleg nehéz így követni így párhuzamosan, de, de. Jó volt, jó de, volt, Megcsinált de a de kilóra, de kilóra így néz neki. És egyébként ez azért fontos, mert kihagytunk minden, minden mást, ami később jönne. Tehát nem kell lássuk, hogy, hogy fut egyik helyről a másikra a kis malac, többi, Mert a visszajött mondattal tudjuk, hogy ennek még lesz folytatása. Uh -huh. Össze tudtuk tenni a karaktereket, hogy kinek van a veszélyérzete, tudjuk, hogy ha van három kis malac, akivel baj lehet, látunk egy gondoskodó anyukát, aki megteremti a súlyát annak, hogy az egésznek legyen egy ilyen átfogó tétje, hogy itt, itt egy ilyen gondoskodói háttérből jönnek ki egy egészen védtelen terepre, azzal, hogy a farkas megérkezik, megjelenik a főgonosz, és gyakorlatilag a legfeszültebb ponton elvágjuk, és pont annyit adtunk sztori mesélésben ezáltal a kis tízer alapján, amiben már lehet kapaszkodni, tehát értünk valamit a sztoriból, de nem meséltünk igazából még semmit, viszont talán felkeltettük a kíváncsiságot arra, hogy az ember tovább nézze, és kíváncsi legyen, Úristen visszajött. De kicsoda, és mi lesz itt? Mi lesz ebből? Úgyhogy erre, erre gondoltam. Úgyhogy ezt lehet egyszer meg is kéne csinálni. igen, szerintem, sőt, én buzdítanék mindenkit rá, hogy amennyiben ezt szeretném megfilmesíteni, úgy ah, ah. ne, ne lenyúlja ezt az ez a nem keressen meg téged, és építsétek fel együtt ezt Csináljuk a, ezt meg a pitch ezt. trélert, és ezzel fogjátok eladni majd a finanszírozóknak, hogy e ebbe van potenciál. Az biztos. Jó, gratulálok. Köszönöm. <laughs> szerintem nagyon jó lett. Köszönöm szépen. Jó, nagyon szépen köszönöm én is. Köszi, köszi. Köszönjük, hogy velünk voltatok! Ha bármilyen észrevételetek vagy ötletetek van, írjatok nekünk a storypodcast.com gmail.com e-mail címre. A zenét a Méri Pop Kids, Martin Grant és a Saverne szolgáltatta. Sziasztok! Lavka Dávid voltam, és ne felejtjétek, aki érti a sztorikat, azt nem lehet félrevezetni. Aki el is tudja mesélni őket, az hatással lehet a körülötte lévő világra.